A Tolnai Shotokan karate két meghatározó versenyzője, a forma gyakorlatokban katában induló Veres Ádám és a küzdelemben érdekelt Szászi Kata a legfőbb hazai versenyeken az EB-ken is bizonyította az idén erre a sportág való rátermettségét, fejlődését az U16, U17-es korosztályokban. Mivel magas vagyok, ezért az előnyöm, hogy hosszú kezem és hosszú lábam van, és a magasságom miatt, meg a súlyom miatt egy kicsit nehezebben mozgok, és az a hátrányom. Ádámról tudni kell, hogy ő magyar bajnok volt kümitében is. Tehát ő indult, csak a testalkata, illetve voltak olyan sérülése, miatt úgy döntöttünk, hogy mi teljesen átállunk a forma gyakorlatra. Ez úgy éreztük, hogy ez jobban fog feküdni az ő vékonyabb testalkatának. Veres Ádám egyébként először a kümitében, köznyelven szólva a bunyóban jeleskedett, bár voltak már figyelemre méltó eredményei a katában is. Mégis úgy alakult, hogy ma már csak a katára koncentrál. Éppen, hogy csak lecsúsztunk a 4-es döntőről, de az első három csapat az sokkal megelőzött minket, mert idősebbek is többet gyakoroltak nálunk. Ipponsúban azt gondolom, hogy mindenképp ott vannak a legjobb háromban, mind a ketten. A Kata pillanatnyilag még ugye a kadett januárban betölti a 18-at, úgyhogy átkerül majd a junior korosztályba. Ott egy picit nehezebb dolga lesz, de Ádámnak még van egy bő egy év abban, hogy a kadett versenyszámokba induljon. Bár ő már a junior versenyzők között is ért el eredmény, sőt már felnőttben is sikerült az első névbe bejutni. Éppen ezért okkal bizakodik mindkét tolnai karatéka legalább abban, hogy a 2018-as sikerek jövő évben is folytatódnak, titokban még ezeknél is jobbakat remélnek.